Sziasztok! 15 rész után elérkeztünk az első őrzővédő kutya bajnokság legutolsó fordulójához. Ha esetleg nem láttátok a korábbiakat, a most megjelenő infokártyára kattintással nézhetitek vissza az összes részt egy lejátszási listán. Várjátok meg a videó végét, hamarosan újabb 16 kiváló őrzővédő kutyafajtával indítjuk a második bajnokságot. Ha kíváncsiak vagytok ezekre is, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket kaptok majd az új részekről. Hogy melyik fajtákról szól majd az új sorozat? Kiderül a film végén. Nem akarunk elfogultnak látszani, de tulajdonképpen azok vagyunk, de be kell vallanunk őszintén, hogy két olyan magyar pásztorkutya fajtát hasonlítunk össze most, amik a kedvenceink, ezzel nem tudunk mit tenni, talán nem is kell. Komondor és kuvasz két ősi magyar pásztorkutya fajta, amelyek szinte a honfoglalás kora óta együtt élnek velünk, kísérték őseinket és akikkel egy a történelmünk. Tegyünk tehát kísérletet a komondor és a kuvasz összehasonlítására, amennyire lehetséges elfogulatlanul. A komondor a legnagyobb termetű és az egyik legősibb eredetű magyar pásztorkutya fajta, múltunk, örökségünk szerves része. Sokak szerint már a honfoglalás idején is őseink nyájait védelmezte a ragadozókkal szemben, mások szerint a kunokkal került az ország területére a 13. században. Egyik különlegessége zsinóros hosszú szőre, bundája, ami hatékonyan védte a ragadozókkal történő küzdelemben. A komondor múltjában hatalmas törést jelentett a II. Világháború, először az átvonuló német, majd szovjet csapatok írtották, ahol csak tudták. A katonák a kerítésen keresztül lőtték agyon a komondorokat, egyébként nem juthattak volna be az udvarokba. Alig pár példány maradt életben, bunkerekben, pincékben, föld alatti lyukakban, ebből a pár példányból kellett újra felépíteni ezt a nemes fajtát. A kuvasz szintén egy ősi eredetű magyar pásztorkutya fajta, hosszú ideje él együtt velünk. A mostani genetikai vizsgálatok a több ezer éves nyugat-anatóliai Akbasig vezetik vissza a származását, amivel kísérteties egyezéseket mutat küllemében, karakterében és genetikájában. Sokak szerint már a honfoglalás idején is őseink nyájait védelmezte, ez többek között a fenékpusztai kutya koponya lelet is bizonyítani látszik, ami igazi ritkaság a kutyavilágban. Gondoljunk bele, hogy az idézőjelben ősi európai kutya fajták múltja és többségében a 19. század elejéig, végéig vezethető vissza. A magyar középkorban nagy vadakra is vadásztak vele, a legendák szerint Hunyadi Mátyás is kedvelte őket. A komondorhoz hasonlóan a kuvasz múltjában is hatalmas törést jelentettek a világháborúk, főként a második. Kevés életben maradt példányból kellett újra felépíteni a tenyészállomány. Következzen az 5 pontos értékelés. 1-es az elrettentés erőssége. Mind a komondor, mind pedig a kuvasz hatalmas termetű kutya. A standardek szerint a komondorok átlagban 5-10 kilóval nehezebbek, hatalmas, zsinóros bundájuk, amely a szemüket is eltakarja, az átlagember szemében kiszámíthatatlanabbá teszi őket. A kuvasz sajnálatos tragédiája az, hogy sok portánál láncon tartották őket, ami negatívan erősítette fel a kuvaszban amúgy is létező kifelé, idegenek ellen létező agressziót. Emiatt a kuvaszoktól kisebb termetük ellenére az emberek átlagon felül tartanak. Az elrettentési erősség tekintetében kiegyensúlyozottnak tartjuk a kört, komondor, kuvasz, 1-1. 2-es az ugatás erőssége és a harapás ereje. A komondor, mint említettük, körülbelül 5-10 kg-mal nehezebb átlagban. Sajnos egyik fajta esetében sem léteznek mért és igazolt adatok a harapás erősségével kapcsolatban, ezért elsősorban a testtömegeket kell alapul venni. A nagyméretű pásztorkutyák harapási erősségének felmérése egyébként 350-450 PSI közötti értékeket fogad el, átlagos értékként, ez alapján itt a komondor előnyét érezzük jogosnak. A komondor és a kuvasz feje is óriási, hangjuk mély, öblös, riasztó hatású. A fentiek miatt véleményünk szerint a komondorra jár a pont, komondor, kuvasz, 2-1.
Hármas, a képezhetőség. A két fajta részben múltjuk miatt nagyon hasonló karakterű. Mindkettejük esetében komoly elvárás volt, hogy önállóan döntsenek és minden helyzetben azonnal cselekedjenek, akkor is, ha a gazda nem volt a közelben. Napjainkban ezek a tulajdonságok úgy öröklődtek tovább, hogy elsősorban területőrzésre, másodszorban személyi védelemre kiválóak, az ehhez szükséges készségek, képességeket génjeikben hordozzák, ezekre nem kell képezni őket. Önállóságuk miatt a nyugati típusú munkakutya képzésre kevéssé, kismértékben alkalmasak. Mindettől függetlenül a kuvasz esetében tudunk sikeres kísérletekről őrzővédő képzés területén, a komondor nem feltétlenül alkalmas erre, önállóbb és individuálisabb fajta. Kis előny a kovasznál, komondor, kuvasz, 2-2. Négyes, egészség és élettartam. Mindkét fajta nagyon robosztusnak és egészségesnek mondható, hiszen múltjukban a legkeményebb természetes szelekció mentek át. A modern tenyésztés következtében mindkét fajtánál jelentkezhetnek ízületi problémák, például csípő és könyök ízületi diszplázia, ért problémák, de ezek sokkal ritkábban jellemzőek a nagytestű kutyák előfordulási gyakoriságánál. Régebben a komondorok körében gyakori volt az entropium, vagy a szemhéj befelé fordulása, ez azonban szinte teljesen megszűnt, köszönhetően a Hungária Komondor Klub áldozatos munkájának. A kuvasznál gyakrabban jelennek meg ízületi és mozgásszervi problémák, ennek oka elsősorban az, hogy az újratenyésztést a II. Világháború után nagyon kis egyedszámból történt, hiszen a kuvaszok döntő zöme elpusztult a harcuk során. Mindkét fajta átlagos élettartama 10-12 év. Véleményünk szerint mindkét fajta érdemel egy pontot, komondor, kuvasz 3-3. Ötös, család és gyerekek. E szempont tekintetében a komondor előnyt élvez, aki ismeri, tenyészti a fajtát, soha nem felejti el megjegyezni, hogy habár a komondor egy rettenthetetlen biztonsági őr, igen gyengéd szálakkal kötődik a családjához, és rendkívül türelmesen és óvatosan bánik a gyerekekkel, ami több, mint szokatlan egy nagy pásztorkutya fajtánál. A kuvasz határozottan egy gazdás kutya, elsősorban és elsőként a falka vezért, a családfőt fogadja el, mást igazán nem, természetesen vannak kivételek, de nem gyakran. A kuvaszt így kell elfogadnunk, igazi őre a családnak, aki elsősorban a családfő utasításait fogadja el, ha a családfő elég kemény ehhez. És a pontozás, komondor, kuvasz, 4-3, ami alapján az utolsó fordulót a komondor nyerte. Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben ennyi időt töltöttetek velünk, természetesen figyelembe vettük a kéréseiteket. Egy kis szusszanást és felkészülést követően, ahogy legtöbben kértétek, egy új őrzővédő bajnokságot indítunk el, az ebben szereplő 16 kutyafajta listáját itt látjátok, ezt az általatok leggyakrabban kért fajtákból állítottuk össze. Természetesen nem feledkeztünk el a vadászkutya bajnokságról sem, amit szintén sokan kértétek. Találkozunk hamarosan, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmeteket!